Jó estét, tisztelettel köszöntöm neked. Hétfő este van, az Egyenes beszédet látják. Rónai Egon vagyok, és két képviselővel, két vendéggel kezdjük a mai műsort. Duró Dórával, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettesével, és Ungár Péterrel, az LMP országgyűlési képviselőjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ha jól értem, és hogyha jól foglaltuk össze azt, amit a vitánk alapjául tudni lehet és meg tudunk határozni, akkor önök között van egy nagyon éles különbség, nézőpontbeli különbség a tekintetben, hogy mi keresni valója van a NATO-nak, egy NATO egységnek, vagy Magyarországnak magának a NATO-ban a magyar területen. Miközben ugye hát Magyarország NATO tagállam. Hogy ne lennének itt NATO katonák? A magyar katonák is NATO katonák, ez volt a kormány érve. Egészen más, hogyha a Magyar Honvédség természetesen Magyarország területén végzi a saját dolgát, mint hogyha külföldi amerikai NATO csapatok érkeznek Magyarországra. Egy hónappal ezelőtt, február 10-én egész pontosan, Szijjártó Péter is meldöngetve hangoztatta azt, hogy ide nem jönnek NATO katonák, mert a Magyar Honvédség tudja biztosítani Magyarországnak a békéjét és a biztonságát. Aztán ehhez képest Orbán Viktor egy hónap sem telt el, és már aláírta azt a rendeletet, ami lehetővé teszi, egyelőre persze csak a Dunántúlon, mert a kislépések politikájával igyekszik ezt beadagolni az emberek a kormány, de mégis aláírta meghazudtolva a saját külügyminiszterét azt a rendeletet, ami lehetővé teszi most már, hogy külföldi NATO katonák érkezzenek. Nem lehet, hogy valaki akkor mennyiből elolvasta a NATO csatlakozási alapszerződésünket? Hogyha egy hónappal ezelőtt a külügyminiszter ez nem tette meg, akkor az nagyon nagy hiba és nagyon nagy probléma. Másrésztről a NATO-val kapcsolatban nekünk kötelezettségünk akkor lenne mondjuk beavatkozni az ukrán háborúba, hogyha Ukrajna NATO tag lenne, ez a feltétel pedig nem áll. De hát most nem átvéve a vita lehetőségét, rögtön Ungár Péteri a szó, csak logikusan. Tehát ezzel a magyar kormány nem beavatkozik az ukrajnai háborúba, hanem teljesíti a NATO felé meglévő kötelezettségeit, gondolom én. Újabb lépést tesz a felé. Tehát eddig Orbán Viktor nagyon vehemensen arról beszélt, hogy Magyarország semleges marad, Magyarország független marad, és hogy biztosítják a békét, meg minden földi jót, amit a magyar emberek megérdemelnek. Ehhez képest az egy hónappal ezelőtti álláspontjától elmozdult abba az irányba, hogy mégis engedélyezi NATO katonáknak a Magyarországra érkezését. Nyilvánvaló, hogy milyen célzattal, tehát amikor a szomszédos országunkban zajlik egy háború, akkor nem véletlen, hogy ide ezt a rendeletet meghozta Orbán Viktor, nem azért, hogy majd 50 vagy 100 év múlva itt valami történjen. Képviselő úr. Igen, szerintem nagyon fontos, hogy pontosan használjuk a szavakat. Értelemszerűen mindenki érdekelt abba, hogy magyar katonák ne essenek el ebbe a konfliktusba, hogy magyar fegyvereket ne szállítsunk ebbe a konfliktusba, illetve hogy Magyarország a lehető legjobban maradjon ki ebből a konfliktusból. De olyat senki sem állít, hogy Magyarország semleges tud lenni ebben a konfliktusban. Azért nem tud Magyarország semleges lenni, mert ha nem folytatjuk ezt a fajta mindent relativizáló beszédmódot, hanem a magyar nemzeti érdek szempontjából szikáran megnézzük a tényt, akkor a következő a helyzet. Oroszország az orosz érdekszféra határát ki akarja tolni Magyarország határáig. Ez a magyar nemzeti érdekkel ellentétes. Ergo nekünk nem fegyverrel, nem katonával, nem úgy, hogy veszélyeztesse magyar emberek életét, de részt kell vennünk abba, hogy ez ne fordulhasson elő. Ezért is helyes, hogy a magyar kormány mindenben támogatta az Európai Uniós szankciós és egyéb döntéseket, ugyanis Magyarország számára az, hogy mi nekünk határunk legyen az orosz érdekszférával, egy nemzeti érdek és a biztonságpolitikai alapvetéssel ellentétes dolog. És ez az a tény, amitől nem lehet eltekinteni. Duró Dóra rázta a fejét a szankciók kapcsán is. Így van. Én is úgy gondolom, hogy egyedül és kizárólag a magyar érdeket szabad figyelembe venni, akkor, amikor ezzel a háborúval kapcsolatban bármilyen döntést meghozunk, legyen szó ennek a katonai vetületéről, vagy a gazdasági vetületeiről. Azok az embargók, amit már eddig is Magyarország is alkalmazott Oroszországgal szemben, az a magyar gazdaságnak, a magyar embereknek eddig is hátrányos volt. Azok a további gazdasági szankciók, amelyeket Brüsszel elfogadott, és itt ismételten rá kell világítanom a magyar kormánynak egy pálfordulására. Eddig Orbán Viktor óriási szabadságharcokat vívott Brüsszellel, és tiltakozott az ellen, hogy ott döntsenek el olyan dolgokat, amelyek egyébként a magyar kormány hatáskörébe tartoznak, sőt ezt a bevándorlást is ebbe a kérdésbe sorolta eddig a kormány. Most pedig Orbán Viktor is és Szijjártó Péter is többször leszögezte, és ennek megfelelően cselekedett,
hogy kritika nélkül átvettünk minden gazdasági szankciót Oroszországgal szemben, még akkor is, és maga a miniszterelnök is elismerte ezt, hogy még akkor is, hogyha ez a magyar emberekre nézve is hátrányos. Nincs ilyen humanitárius kötelességünk Ukrajnával szemben, hogyha ezekkel a szankciókkal támogatni tudjuk a védekezésüket az orosz humanitárius szemben. Kötelezettségünk azokkal akkor az emberekkel szemben van, akik ártatlanul arra kényszerülnek, hogy elhagyják az otthonaikat, és mint nyilván Ukrajnával szomszédos állam, én úgy gondolom, egy nagyon megható összefogás jött létre Magyarországon ebben a tekintetben, tehát számos civil szervezet, a Mi Hazánk mozgalom is egyébként rengeteget segített, a közelben élő képviselő jelöltjeink, de a Dunántúlról is érkeztek oda adományok a mi közvetítésünkkel, tehát ebből a részéből mi is kivesszük a részünket, és természetesen nem szeretném ezt a tragédiát relativizálni, ami ott történik. Ugyanakkor, hogyha a magyar nemzeti érdekeket vesszük figyelembe, akkor mi, a mi álláspontunk szerint semmilyen olyan szankciót nem lenne szabad Oroszországgal szemben támogatni a magyar kormánynak, amely a magyar embereknek is kárt okoz. Tehát én kaptam olyan levelet már, egy rendkívül szívszorító volt, egy olyan családról szólt, az édesapa írta le, hogy a koronavírus miatt elveszítette a munkahelyét, a megélhetésük nagyon nehéz helyzetbe került, most talált újra munkát, és már most a gazdasági szankciók miatt újra elveszítette a munkahelyét. Tehát ezek a magyar emberek, ezek a sorsok azért ott vannak emögött, a háború mögött szintén, és nekünk azt kell figyelembe venni, hogy őket minél inkább megóvjuk azoktól a hatásoktól, amelyeket a háború így is már Magyarországra gyakorol. Majd egy szempontot behoznék mindjárt, de előbb Unkár Péter, hadd reagáljon erre. Először is abban vita köztünk nem lesz, hogy a magyar kormány álláspontja konfúz ebben a kérdésben. Szerintem, és akkor elmondtam az egy mondatot, amiben egyet tudunk érteni. Érdekes az, hogy nem vonja kétségbe Dúró-Dóra a humanitárius katasztrófa mértékét. Nemrég volt szerencsém megnézni a Mi Hazánk mozgalom elnökének egy YouTube videóját, ahol amellett, hogy elhangzott az, hogy Ukrajna egy kreált állam lenne, elhangzott az is, hogy majd készüljünk fel arra, hogy nyomást próbálnak gyakorolni a magyar közvéleményre abban a tekintetben, hogy nagyon sok sebesült nőt és gyermeket fognak mutatni, míg ez egy nyugati nyomásgyakorlás része, ezt állította a Mi Hazánk mozgalom elnöke, nem pedig a valóság. De a lényeg itt tulajdonképpen nem ez, hiszen az, hogy Magyarország függ az orosz energiától, az egy földrajzi történelmi tény. Ezt a földrajzi történelmi tényt ugyanakkor lehetett volna mérsékelni az elmúlt 12 évben, és lehet mérsékelni a következő 20 évben. Lehetett volna lépéseket tenni ennek a mérséklésére, amit nem tett meg a kormány, és nem tenne meg az a pártnak a képviselő, ami mellettem ül, aki a orosz Paks 2 bővítést támogatja a párt programjába, ahelyett, hogy ellenezni. És még egy mondat. Megint a lényegről nem beszélünk. A magyar kormány konfúz politikája mellett, ami most folyik, az orosz vezetés részéről, mind a diskurzus tekintetében, mind a konkrét katonai cselekmény tekintetében a szovjet érdekszféra restaurációs kísérlete. És nekünk, a nemzeti érdekünk az, hogy ezzel szemben minden lehetséges módon, ami nem jelenti a magyar emberek biztonságának csökkentését, fellépjünk. És az, hogyha különböző módon szélsőjobboldali pártok elkezdik ezt az Egyesült Államok néha legitim, néha illegitim kritikájával, az Európai Unió hibáival, vagy a világ álszentségének a költői felmutatásával mérsékelni, az nem jelenti azt, hogy ez a tény, ami a jelenlegi helyzetnek az alapja. Dúró-Dóra az előbb arról beszélt, hogy színeváltozó a magyar kormány álláspontja az uniós szankciók tekintetében. Ungár Péter meg azt mondta, hogy konfúzik, pedig most egy két órával ezelőtt jött egy hír Brüsszelből, ami szerint az Európai Unióban döntéshozók azon törik a fejüket, hogy mégsem indítják el ilyen nehéz helyzetben Magyarország és Lengyelország ellen a már egyébként megindított eljárásokat, és mégis odaadják azokat a támogatási csomagokat, amiket felfüggesztettek például Magyarországon a korrupció veszélyre hivatkozva. Nem lehet, hogy a magyar kormány konfúz vagy színeváltozó Európai Uniós politikája mögött ez áll? Mindenképpen lehet, hogy szerepet játszott mindebben, ugyanakkor itt egy világos színvallásra kényszerítette Brüsszel és a NATO, a Fideszt, úgy gondolom, és ők egyértelműen beálltak az Európai Unió. Hát hiszen ez egy világos helyzet lenne, hát ha beálltok, igen, akkor megkapjátok a pénzt. Így van, valószínűleg ez történt, ahogyan ismétlem, és itt még reagálnék arra, amit a Ungár Péter mondott, mert szintén nem értünk egyet abban, hogy itt most a szovjet érdekszférának a kiterjesztéséről lenne szó. Ez a
háború valójában, bár Ukrajna területén zajlik, de nem elsősorban Oroszország és Ukrajna konfliktusáról van szó, hanem egy sokkal nagyobb és sokkal átfogóbb konfliktusról, ami valójában az Egyesült Államok és Oroszország között zajlik, és már zajlott egyébként a koronavírus kapcsán is, annak gazdasági következményeit tekintve. Például az, hogy az orosz vakcinát, és egyébként emellett a kínai vakcinát is, és szintén behoznám szereplőként, nem mellékes szereplőként Kínát is ebbe az egész konfliktusba, az amerikai és az Amerika barát államok döntő többsége gyakorlatilag nem ismerte el, és ezzel ezt a piacot lezárta Oroszországgal szemben, ez nyilvánvaló, hogy szerepet játszik abban, hogy azt a gazdasági fölényt, amit most az Egyesült Államok igyekszik visszaépíteni Oroszországgal és Kínával szemben, ezt valahogy az oroszok... Képviselőasszony, de Ukrajnát nem az Egyesült Államok támadta meg. Tehát itt azért van egy alapvetés abban a logikában, amit most követni próbálunk ebben a beszélgetésben, hogy van egy háború. Azt a háborút pedig Oroszország indította Ukrajnában szemben. Egy Ukrajna területén zajló, valójában a megítélésünk szerint az Egyesült Államok és Oroszország között zajló háborúról van szó. Ungár Péter erre most bólint? Nem kizárólag az ukrán népnek, vagy az ukrán kormánynak a politikája vezetett ide, hanem az Egyesült Államoknak igenis van óriási felelőssége abban, hogy ez a háború kirobbant, még akkor is, hogyha, és még egy új szempontot behoznék, és aztán tényleg átadom a szót, hogy egy olyan ukrán kormányról beszélünk, amely mind az oroszok és mind egyébként a Kárpátalján élő magyarok alapvető kisebbségi jogait brutálisan korlátozta. Tehát az, hogy a 21. században a nyelvhasználat az nem egy magától értetődő adottság minden kisebbség számára, nem csak az oktatásban, hanem gyakorlatilag a saját háztartásán kívül senki nem beszélhetett magyarul vagy oroszul, ugye Ukrajnában, az azért elég felháborító, és például ez az az egyik szempont, ami miatt mi egyedüli pár nem fogadtuk el ezt a politikai nyilatkozatot az országgyűlésben, mert ilyen körülmények között nem tartjuk Ukrajnát képesnek arra, hogy az Európai Unió tagja legyen. Beszélhettek magyarul is és oroszul is, tehát azért ne essünk túlzásokba, ez az oktatásra vonatkozott, ez az erőteljes korlátozás. Hát magyar nyelvű média is volt Kárpátalján, és van is mind a mai napig. Értelemszerűen az ukrán kormány nyelvtörvénye az rossz. Egy olyan dolog volt, amit minden diplomáciai eszközzel vissza kellett szorítani, az LMP ezt végig támogatta. Ugyanakkor a szlovák nyelvtörvény is véleményem szerint rossz, és rossz, hogy Szlovákiában érvényben van a Beneš dekrétum, szerintem ez így 2022-ben a világ vicce, ennek ellenére, ha Szlovákiát megtámadja Oroszország holnap, én azt fogom gondolni, hogy egy agresszió, ami szörnyű dolog, ami ellentétes a magyar érdekkel. A helyzet az, hogy az Egyesült Államok egy álszent, sokszor korrupt, sokszor a 90-es évek elvárásait tekintve csalódást okozó demokrácia. Oroszország egy diktatúra, ami jelenleg szándékozik visszaépíteni a posztszovjet érdekszférát, és csak pár mondatban megérvelném képviselőasszonynak, hogy miért gondolom így. Egy. A nyelvezet, amit használnak az antifasiszta harcról, abból jön, hogy ők a II. Világháború győztesei, tehát vissza kell állítani azt a geopolitikai helyzetet, ami a II. Világháborút követően volt, ahol magyar szuverenitás nem volt, hanem Jaltán egy sajtpapíron odaadott minket a világpolitika a szovjet érdekszférának. Egy. Kettő. A 97-es NATO bővítést, ahol a magyar emberek szuverén módon úgy döntöttek, hogy a NATO részei legyünk, Vlagyimir Putyin a február 21-i beszédébe Oroszország biztonságpolitikai kockázatának nevezte, amit változtatni kell. Tehát Moszkva a magyar emberek helyett el akarja dönteni, hogy mi milyen szövetségi rendszerbe csatlakozunk. A harmadik. Az egész alapja, ha megnézzük, amit mondanak, az az, hogy nem lehet a nyugati szövetségi rendszerhez Európában Moszkva engedélye nélkül csatlakozni. Aki ezt mondja, az azt mondja, hogy nem a magyar emberek, nem a finn emberek, és nem az ukrán emberek döntenek erről, hanem Moszkva dönt erről. És aki ezt mondja, az a magyar érdekkel ellentétes álláspontot foglal el. Ez elég logikusnak tűnik, nem? Ez egészen záró válasz. Ez az érvelés azért nem helytálló, mert itt olyan befolyási övezetekről van szó, ami nem csak Oroszországra vonatkozik, hanem az Amerikai Egyesült Államokra is. És azokban azokkal a mondatokkal egyetértek, amikor Amerikát kritizálta a képviselő, és örülök, hogy ebben a tömbben is találkozott. Oroszország kritikájával nem érte egyet? De egyetértek, és egyébként az elnökünk videójában is számos orosz kritikus megnyilvánulás is van. Ezt képviselő úr most itt diplomatikusan elhallgatta, de több vonatkozásban is
Sőt, a tüntetésünkön is beszélt arról Toroczkai László, hogy milyen kritikánk van az oroszokkal, és hasonlóak egyébként, mint amiket ön is itt említett, de ki kellene venni ezt a konfliktust az amerikai-orosz szempontokból, és a magyar érdekeket kellene néznünk, mind katonailag, mind gazdasági szempontból. És éppen az önök miniszterelnök jelöltje, sőt egyik képviselőjelöltje is arról beszélt, hogy küldjünk oda katonákat Ukrajnába. Tehát úgy gondolom, hogy ez az, ami mondjuk óriási hiba, hiszen már akkor erről beszélt Márki-Zay Péter, amikor még nem is kérte erre senki Magyarországot, és sőt, inkább a béke fontosságát kellett volna hangsúlyozni, és minden politikai erő ezt tette. Akkor ez enyém lesz a záró mondat, de csak a tisztesség kedvéért, hogy Márki-Zay Péter persze nem azt mondta, hogy csak úgy ötletszerűen küldjünk katonákat a térségbe, hanem azt mondta, hogy NATO tagállamként, ha a NATO kéri, akkor annak a kérésnek meg kell felelnünk. Azért ez nem teljesen ugyanaz. De hát azt, a kormány oldalról is ezt halljuk mindig. Azt, hogy valaki akkor arról beszél, hogy katonákat és fegyvereket küldjünk Ukrajnába, amikor még ez a háború épp hogy kirobbant, az óriási hiba, arról kellett volna beszélni, hogy próbáljuk meg mindent megtenni a béke érdekében, és próbáljuk meg a magyar emberek biztonságáért érdekében mindent megtenni, és segítsük humanitárius módon azokat, akik erre rászorulnak. Én még nem hallottam politikust, aki nem erről beszélt. Örülök, hogy önök is. Márki-Zay Péter volt az, még egyszer mondom, aki már akkor a fegyverek és a katonák küldését. Az összefüggés pedig megbeszéltük. Köszönöm mindkettőjüknek. Köszönöm a lehetőséget.